A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Jó napot kívánok! Mai adásunkban a sportolóink egy új szerepkörben is bemutatkoznak, méghozzá modellkedni fognak. De mutatom még, mivel is várjuk ma önöket. Dani Gyöngyivel számtalan kudarc és keserűség után megváltozott a világ. Ma már családanyaként és paralimpiai ezüstérmesként utazik Rióba. Gurisati Gyula nem is olyan régen legyőzte a paralimpiai bajnokot. Hasonlóra készül szeptemberben is. Divat bemutató mutatták be azt a formaruhát, amit sportolóink büszkén fognak viselni Brazíliában. Mezei Katalin sok nehézséget legyőzve talpra állt, és már csak egy hajszál választja el a kijutástól. Igazán lázadó napokat élt meg gyerekkorában Dani Gyöngyi. Kamaszkori labilis idegállapot után ma már sikeres vívó és számtalan érmet szerzett világversenyeken. Rióban is ez a célja. Egy olyan lelki állapotban megyek most Rióba, hogy ilyen nagyon egész az életem, azt érzem. Tehát így ugyan vívásban mostanában nem érek el olyan eredményeket így a világkupákon, a nagyobb versenyeken, tehát a világbajnokságon ugye második helyezett lettem. Bízom benne, hogy most is a paralimpiára sikerül oda tenni magamat és érmes helyezést szereznem Rióban. A 91-ben kerültem kerekesszékbe, egy idézőjeles baleset következtében leugrottam egy 4 emeletes ház tetejéről. Máshogy éltem az életemet, mint ahogy azt a lelkiismeretem diktálta. Nem tudtam változtatni az életemen, tehát így vitt el a vérem, a nem tudom. Nagyon sok szomorúságot okoztam a környezetemnek, főleg a szüleimnek és az aktuális barátaimnak, és ez volt az, ami végül fölvitt engem a tetőre, és azt mondatta velem, hogy ez az egy megoldás van, hogy eldobjam az életemet. Homlokegyenest megváltozott az életem azóta. Már nem akarok meghalni ezt. Azt hiszem, mondanom se kell, mert nem... Már nagyon-nagyon sok motiváció van az életemben, ami életigenlésre szólít fel. Az egyik ilyen életigenlésre felszólító dolog az a sport. Már a legelején elkezdtem, végigpróbáltam minden sportágat, a kosárlabdát, a teniszt, az erőemelést, a futást, a kerekesszékes futást. Aztán a végén megállapodtam a vívásnál. 93-95 környékén kipróbáltam a vívást, akkor még nem ragadtam meg a vívóteremben. 98-ban kezdtem el úgy lejárni edzésekre, hogy elhatároztam, hogy már pedig Lenin sikereket akarok elérni ebben a sportágban. Athén volt az első paralimpiám. Kicsit esélytelenek nyugalmával indultam, tehát nem gondoltam én, hogy érmet tudok szerezni, tehát egy hatalmas nagy meglepetés volt, mikor egyszer csak ott álltam a döntőben. Peking nem volt egy sikeres paralimpia, nem tudtam érmes helyezést elérni, és aztán London volt az, ahova egy nagyon-nagyon jó szövetségi kapitánnyal, Kovács Ivánnal készültünk fel, és mind csapatban, mind egyénileg nagyon szép eredményeket értünk el. Akkor egy nagy tragédia után, tehát családilag így egy hatalmas nagy tragédia után mentem én Londonban, hiszen elveszítettem előtte egy évvel a páromat, férjemet, és akkor úgy mentem oda, hogy mikor meghalt a párom, akkor azt gondoltam, hogy nem lesz London, tehát én nem indulok Londonba, én nem vagyok képes rá felkészülni. Aztán hosszasan magamba szálltam, meg elbeszélgettem magammal, meg Istennel, hogy mégis most mi mit akar ezzel az egésszel, és úgy döntöttem, hogy csak azért is megcsinálom, és az egészet azért csinálom meg, mert az ő emlékére csinálom meg, és az egész... Tehát amit addig belefetszöltem, azt nem egyedül fetszöltem bele, hanem együtt fetszöltük bele, és ő is azt akarná, hogy induljak azon a paralimpián, és minél szebb eredményt érjek el. Úgyhogy az ezüstérem akkor hatalmas nagy öröm és boldogság volt nekem már akkor, amikor
éppen elveszítettem az aranyérmet, már akkor boldog voltam. Négy éves ciklusokban élem az életemet, paralimpiáról paralimpiára, és 2 évvel ezelőtt megszületett a kisfiam Kristóf, és most ő az, aki miatt nagyon-nagyon nehéz ide koncentrálnom, de mindent megteszek érte, itt vagyok minden edzésen. Nagyon jó hátterem van, tehát a párom is, és a páromnak az anyukája is mindent megtesz azért, hogy én nyugodtan ide tudjak koncentrálni, de ez azért néha nagyon nehéz. Tehát most nem azon izgulok, hogy én egy paralimpiára megyek, hogy egy országot kell képviselnem, hogy jaj, ott mi lesz, milyen csillogás, fény, és akármi. Én igen, ilyen szempontból rutinos öregrókának számítok, nekem kell segíteni az újoncokat, ugye 2 újonc is lesz most a csapatban a vívóéknál. Nekem most arra kell koncentrálnom, hogy rakjam félre a családot, tegyem le, és maximálisan csak a vívásra koncentráljak, és arra, hogy tényleg minél jobb eredményt érjek el Rióban. Mindenkinek van ilyen álma, tehát hazudik az a sportoló, aki azt mondja, hogy nincs ilyen álma. Ez a fő cél, hogy igen, tehát az az aranyérem az nagyon hiányzik abból a repertoárból, tehát azt meg kéne szerezni. Murisati Gyula 4 világ, 1 Európa-bajnoki és több mint 100 magyar bajnoki címet gyűjtött be búvárúszásban. Pályafutása csúcsán egy olyan baleset érte, ami miatt mindent előről kellett kezdenie. Azóta horgászatban világbajnoki címeket szerzett, jelenleg pedig sportlövőként 3. paralimpiájára készül. Nem a lövészet miatt mentem ki, hanem hogy apuval lehessek, és ugye vonzott az a környezet, ami ott a lövészekkel együtt volt, hogy külön munkát adtak nekem, mint pici gyerekek, és a munkám után kaphattam egy fagyitét az egésznapos munkáért, és ugye a gyereket mi motiválja legjobban, ugye kiskorában, ha a megdolgozott munkáért valamit kap, és nekem ez a fagylalt volt akkor. Majd a búvárúszás felé orientálódott, amiben mindent elért, amit csak lehetett. Amikor egy felrobbanó, sűrített levegős palack mindkét lábát térdből leszakította. Nagyon sokan egy ilyen baleset után elengedik magukat, és valahogy nem tudnak megbékélni a világgal, hogy miért pont vele történt ez, miért pont ő az ilyen szerencsétlen, és ezt egy-két napig nekem is nagyon nehéz volt. De utána, mivel előtte is a sportról szólt az életem, én nem is gondoltam, hogy esetleg más lesz. Csak ugye azt a sportágat kellett megtalálni, szívesen csinálok, nap mint nap csinálom, és ami a család mellett is lehet. És mi az öröm a lövészetben? Nagyon jó érzés, amikor 10-es lősz, amikor elkapod a fonalat, amikor mindegy, mit csinálsz, akkor az minden lövésed 10-es, vagy legalábbis jó lövéseket tudsz leadni, és ez egy nagyon jó érzést ad belül. Lehet nálatok ilyen versenytaktikát felépíteni? Igen, lehet, de ez mindig attól függ, hogy az adott állapotban milyen pszichés, milyen fizikai állapotban vagy, mert lehet, hogy a 12. lövés után fáradsz el fejbe, lehet, hogy a 18. lövés után ezt belül érezned kell, hogy mikor kell megállnod pihenni, mert a sok edzés, a sok verseny rutin alatt kialakul ez benned, és akkor nagyjából már érzed, hogy mi az, amikor már úgy megy el egy lövés, hogy itt ezt le kéne rakni, vagy ez már nem úgy ment el, mint ahogy szerettem volna, akkor ilyenkor egy kis pihenőt kell tartani. Ilyenkor milyen mondatok ugranak be neked a pihenőidő alatt? Volt olyan kísérletem már versenyen, hogy például arra gondoltam, hogy a gyerekemmel játszok például, hogy valami jó, örömteli dologra gondolom, hogy most leülök a partra, és ott horgászok, és húzom a nagy halat, vagy például olyan szokott, most ezt gyakorlom, hogy tájékozódási búvárúszó versenyen, amikor nagyon-nagyon jó ment és világbajnok lettem, akkor én nem bójára úsztam, hanem kötélre. És egyszerűen, amikor úsztam lehajtott fejjel, és fölemeltem, és kiraktam a kezemet, kinyitottam a szemem, akkor a kötélbe úszott ide. Tehát annyira pontosan tudtam már úszni, annyira be volt gyakorolva, hogy szinte éreztem, hogy na, ennek most itt kell lenni, és ott volt. És ezt az érzést próbálom feleveníteni, ezt a jó érzést a lövészetbe is, amikor úgy érzem, hogy nem igazán megy, akkor ilyen dolgokra gondolni, ami elvisz egy pozitív irányból, negatív irányból. És ez általában szokott is használni.
átlagos napon reggel edzést tart a kölyök búvárúszóknak, majd dolgozik, utána saját lövő edzésére megy. Késő délután újra búváredzés, végül a nap végén erősít. Ám ha szükségét érzi, még a saját kis lőterén gyakorol. Régebben az volt, hogy úgy fogtam fel a pihenőt, hogy nem tettem meg mindent érte, hogy nem lőttem ma. Nem lőttem most két napja, és most úristen, mi lesz a versenyen. És most simán el tudok menni egy hétre, úgy hévízre mondjuk a családdal nyaralni, hogy úszogatok egy picit, elmegyünk egy picit kondiba, de nem görcsösen az, hogy ma is le kell lőnöm azt a 3 órát, ma is el kell mennem tekerni 1/2 órát, most el kell mennem 2 órát úszni, mert ha nem úszom le, akkor most úristen vége. Most 3 hete nem volt a kezembe pisztoly, most tegnap mondta az edzőm, hogy menjek ki, lőjek egyet, lőttem egy 5.38-at, amivel én úgy gondolom, hogy az olimpián döntőbe lehetne kerülni. Most fizikálisan nem vagyok ott, de mentálisan úgy kipihentem magam, hogy pszichésen, hogy ez pozitívan hat. Úgyhogy azt a kettő közötti egyensúlyt kell megtalálnom, hogy fizikálisan is toppon legyek, és ne legyek agyilag úgy leszívva a sok edzéstől, meg a sok koncentrációtól, a lövészettől, hogy mind a kettőt próbáljuk optimalizálni és megpróbálni lehető legnagyobb pontra fölvinni. Nem csak búvárúszásban, de a mozgáskorlátozott horgászok világbajnokságán is felért a világ tetejére. Ma azért dolgozik, hogy a 3. paralimpiáján is sikeres legyen. Hát nagyon nehéz lesz, az biztos. Szeretnék azért döntőbe kerülni 1-2 számban. Most Hannoverben voltunk az utolsó világkupán. A sportpisztolyban például az olimpiai bajnokot vertem meg a bronzmeccsen. És úgy érzem, hogy januárban elkezdett munka, amit a teljesítménydiagnosztikásokkal kezdtem, a sportkórház részlegén dolgoznak, hogy az ő segítségükkel úgy érzem, hogy ebbe a döntéshozásba, illetve a stressz helyzetbe kialakult szituációkba, mintha most egy picit pozitívabban tudnék kijönni a dolgokból, mint az előtt. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy az összes úgy pozitívan fog összejönni, hogy azok a titkos vágyaim teljesülnek. Paralimpikonjaink formaruhája az első teszten sikeresen átment, ráadásul sportolóink modellként is kipróbálhatták magukat. Partnereik ismert színészek és előadó művészek voltak a kifutón. Remélem, jobban pingpongozom, mint amennyire jó modell vagyok, de érdekes volt belecseppenni. Nyilván én sosem csináltam ilyet, de hogy nyilván ebből azért van mit tanulnom, és nagyon megnyugtató volt, hogy volt mellettem egy feke pali, aki nyilván otthonosan mozog ebben a közegben, és fogta a kezem, a szó átvitt, és tényleges értelmében is. Nagyon jó, én még csak fényképen láttam, vagy hát rajzformájában ezeket, amikor ugye levetik a méreteket, akkor nekem megmutatták. Így élőben nekem nagyon pozitívnak tűnik, és ugye akik hordták, azoktól megkérdeztem, hogy milyen, és azt mondják, hogy nagyon kényelmes. Nagyon jó, nagyon kényelmes, teljesen jól érzem magam benne, semmi hibát nem találok, a színe is jó, anyaga is jó, így jól érzem magam benne. Ez teljesen megfelel az igényeimnek. Én kaptam a rövidnadrágot, meg a pollót, nekem nagyon tetszik, már első pillanatban megláttam már a fogason, én nekem kezd felvenni, nagyon tetszett nekem, és nagyon jó az anyagok, nagyon kényelmes, és nagyon vagány, és nagyon jó a sportolóknak, nagyon jó áll. Még az épeknél egy miniszoknya is szerepelhet a listán nálunk, ez azért nem teljesen így van, hiszen van, akinek a művégtagja látszódik, és ezt nem igazán szeretné megmutogatni ott országvilág előtt, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy ez most így létrejöhetett, és hálás is vagyok annak, aki ezt így létrehozta és kitalálta.
Az itt lévő versenyzőknek ugyanazokat az igényeket kell figyelembe venni, mint minden más versenyzőnek, és mi azt tartottuk szem előtt, hogy a ruházat ez mindenképpen olyan kényelmi szempontokat kielégítsen, amiben mindig jól érezhetik magukat. A másik, amire büszkék vagyunk, és nem nagyon sok cég mondhatja magáról, hogy a nemzeti csapatának hazai gyártói hátteret tud biztosítani, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek saját egyedi igény szerint tudtuk kielégíteni a ruházatát, és ez talán szerintem a legfontosabb, hogy ezek az emberek azok a kezek készítsék a ruházatot, akiknek a sportolóira büszkék vagyunk. Ez szakmailag egy óriási kihívás, majdnem mindenkinek külön szabásmintát készítünk név szerint. Azoknak, akiknek ugye műlába van, azoknak beletettünk a nadrágokba a rejtett cipzárat, tehát ilyenekre is figyeltünk. Van olyan, aki kerekesszékbe megy ki a gálára, de egyébként járó. Tehát voltak ilyen nehézségek, de úgy gondolom, hogy mindent sikerült áthidalni, és mindenkinek próbáljuk úgy beállítani a hosszakat, hogy az kényelmes legyen és jól nézzenek ki benne. Én nem értek a divathoz, tehát nem tudom, hogy mi. Leginkább ugye, ami nekünk fontos, hogy egyénileg legyen megcsinálva. Tehát ugye, hogy a mi méretünk részen sérültek vagyunk, vannak olyan testrészünk, amik kisebbek mondjuk, mint az átlagos, vagy nem olyan. A legfontosabb ez, hogy ugye egy ruha akkor kényelmes, ha tényleg az emberre passzol. Nekem nagyon fontos például az, hogy ugye ahhoz a klímához jó legyen, ami ott van kint Rióba, mondjuk a páratartalom, a hőmérséklet, és persze az, hogy kényelmes legyen. Nekem ez a két elvárásom. Azért nagyon sok időt fogunk benne tölteni, azért jó érezzük azért magunkat benne, meg azért hogy tudunk játszani ott a sporton, meg lássuk, hogy nagyon jó tudtunk a magyaroknak. Ez egy új divatteremtés. Londonnál és Pekingnél teljesen egyformák voltak az épekkel a formaruháink és a sportruházataink, viszont idén más, ami szerintem egy nagy előrelépés, hiszen ugye nekünk mások az igényeink a kerekes szék miatt, illetve a műlábak miatt. Nagyon tetszik. Én pont azt mondtam a ruhatervezőjének, Felényi Eszternek, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy egy nadrág versus ruhakombóból én a ruhát fogom választani, akkor biztos kinevetem, de hogy mégis a ruhát választottam, nagyon szeretem. Az inspirációja ennek a paralimpiai kollekciónak a kék festő volt, és én minden kollekciómban részletekbe szeretem belehelyezni ezeket a dolgokat, így itt is így csináltam, és a lányoknak a derékpántba, a fiúknak a nyakpántba, visszahajtott inkbe, stb. Itt jelennek meg ezek a kék festős motívumok. Igyekszünk büszkén viselni, és reméljük, hogy a sporteredményeink is majd mutatják ezt a büszkeséget az éremtáblázatnál. Szerintem remélhetőleg büszkék lesznek ránk nagyon. Számít, hogy kinek a formaruhája szép, kinek a formaruhája elegáns, kinek a formaruhája ötletes, mi az, amiben van valami izgalom, és utána pedig nap-nap után az olimpiai faluban, a versenyeknél, igen, bármennyire is magára, a viadalra készül a sportoló, de megnézi, hogy azért milyen is a másiknak a sportruházata. Én azt érzem, hogy büszkék leszünk, büszkén fogjuk hordani kint Rióban. Remélem, hogy a plázon is, illetve majd a versenyek során, illetve a nyitó ünnepségen, illetve majd az árünnepségen is. Biztos befutót tudnék mondani. Ez a ruha tökéletes. Mezei Katalin ugyanúgy emeli a súlyokat, mintha utazna a paralimpiára. Jelenleg tartalékám augusztus 15-ig még visszaléphet bárki. Csodák már pedig léteznek. Hát először hobbiként kezdtem, aztán egyszer megérkezett az edző, és azt mondta, hogy ki szeretné próbálni, hogy mit tudok. És akkor hát először nehezen, mert még a 20 kiló is nehéz volt, ilyen kajak mozdulatokkal próbálkoztam. Aztán megtanította a technikát, és végül is 2008-ban kezdtem el csinálni ezt a sportot, ami ugye mindenki azt mondja, hogy hát elég fiú sport, de én nagyon szeretem csinálni. Ki vagy te a csapatban? Hát én vagyok idézőjelben ilyen kis anyukkal, aki megpróbálja a csapatot összetartani, és mindenbe segíteni. Nehéz a fiúkkal? Nem.
Tudom kezelni őket, de elég nagy a szám, úgyhogy le tudom kiobálni őket, hogy csak kell. Azt mondják, hogy egyébként ilyen tyúkanyó vagy. Hát igen, az elég sok embert meg szoktam hallgatni, főleg így a csapatban, hogy most ez a probléma, az a probléma. Aztán megpróbálom közösen valamit kitalálni, hogy jó legyen a hangulat is, meg az edzés is menjen, úgyhogy én nyitott vagyok minden ilyen szempontból. Mennyire volt nehéz az az út, hogy 2008 a kezdetektől elérjél egy nemzetközi versenyig? Hát elég nehéz volt, voltak kudarcaim is, amikor viszont itt a csapatot, főleg az edzőmet meg kell említeni, hogy nagyon mellettem álltak. A lelki világomat felépítették újba, hogy már pedig meg fogod csinálni. Miért nem hittél magadban? Ja, a külvilágtól elég sok mindent kaptam, rosszat, és ezért így nincs önbizalmam egyáltalán. És ezt miért vetíted magadra? Hát mert nagyon nehezen fogadtam annó el az, hogy én sérült lettem. Én ugye 3 éves koromig egészséges voltam, és kaptam egy védőoltást, amiatt mozgáskorlátozott lettem. 7 évig voltam tolókocsis, és amikor így kiszállítottak a tolókocsiból, ugye, és megismertem az idézőjelben az egészséges embereket, akkor nagyon sokszor beszóltak, meg megaláztak, és akkor ezáltal a lelki világom az úgy... Bezárult? Igen. Nem volt meg az a bizalom az épek felé, hogy én is ember vagyok. Nehéz volt kinyitni? Nehéz. Most már hála jó Istennek azért könnyebben ismerkedem is, meg ugye indulunk az épek versenyén is, és ott is már nagy szeretettel fogadnak minket, és elég sok ismerős van, aki úgy kezel minket, mintha épek lennénk. Ez volt a kulcs? Hogy újra nyíljál? Igen. Az, hogy elfogadjanak minket. Így, mint magyar fekvenyomó jelen pillanatban egyedül vagyok. Nő. Azért ez rossz, nem? Nem. Na. Én nagyon jó el vagyok vele, úgyhogy nekem nincsen ez a probléma, hogy egyedül vagyok, csaj. De nem is tudod magadat akkor úgy megversenyeztetni. Az épeknél ugye vannak azért velem egy csúcscsoportok is azokkal, amikor indulok versenyen, és ugye egy csúcscsoportban, akkor azért tudom érni azt, hogy hol tartok, és még mi az, ami kell. Mennyiben másabb egyébként egy nemzetközi versenyre való felkészülés és az ottani szereplés, mint mondjuk itthon egy verseny? Hát ott azért nagyobb az izgalom, mint mondjuk egy ilyen hazai versenyen. Eleve az, hogy hogyan állok neki egy versenynek. Ugye ezt az edzőm azt tudja az, hogy reggel, hogyha fölébredek, mondjuk nálam, hogy milyen hangulatba ébredek, az ízületeim mennyire robbannak be, vagy éppen fájnak, mennyire vagyok pihent, és a taktikát az rá van bízva mindig. És a bemelegítésnél is ő mondja meg azt, hogy most ennyi, utána a következő súly ennyi lesz. Nagy terhet én nem szoktam így felvenni, mert inkább rábízom. Inkább neki átadom a terhet, és végigcsinálom, amit ő mond. Ha esetleg hibázok verseny közben, akkor elmagyarázza, hogy mi az, amiben hibáztam, és a következő nyomásnál azt ki tudom még javítani. Kati eddigi legnagyobb megmérettetése a 2015-ös EGRI Európa bajnokság volt. Hát a névnapomon versenyeztem, már itt kezdődött, nagyon jó hangulatba keltem föl. Ugye Ozélzbe jött velem végig ugye a bemelegítő teremben, ő elmondta, hogy ő hogy gondolja, én rábólintottam, bemelegítettünk, kimentem, megcsináltam mind a 3 gyakorlatot, bár a 3-at elvették ezzel a technikai hibával, hogy egy kicsit berogyott a kezem. De hát már akkor is ott, ami edzéseken nagyon nehezen ment ki, illetve ilyen pattintásos nyomásommal ment ki a 61, az ott azért megállítva szabályosan kinyomtam. És akkor hát így második helyezést értem el, ami számomra egy lelkileg is, meg fizikailag is még adott egy löketet, hogy van értelme csinálnom. Nagy-nagy köszönet Ozénak, az edzőmnek, aki végig bízott bennem. És nem csak úgy vagyok Ozival, mint az edzőm, hanem a lelkitársam, apám helyett apám. Szóval mindent meg tudok vele beszélni, és akkor legalább így visszatom neki azt adni, amit ő nekem segít az edzésekben, az, hogy odafigyel rám, és akkor ezzel az éremmel én visszatudtam egy kis részét adni neki. Én
Jelen pillanatban tartalék a paralimpiára. Augusztus 15-ig, ha valaki visszalépne, akkor utazhatna Rióba. Ugyanúgy edzek, csak még keményebben. A munka mellett most felállítottam egy olyan stratégiát, hogy munka és minden nap edzés. Mert hogyha bármi történik és menni kell, akkor ne az utolsó pillanatban, jaj, még nem készültem föl, vagy valami, nem folyamatosan megy a felkészülés. Játékunk következik. Múlt heti kérdésünk helyes megfejtése és a nyertes neve a képernyőn olvasható. Péntek délig azt írják meg nekünk, balesete előtt Guris Atti Gyula milyen sportágat űzött. Nyertesünket a következő ajándékkal jutalmazzuk. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Egy hét múlva többek között kiderül az is, mit tanácsolt Vladár Sándor sportlövőinknek. Érdemes lesz akkor is minket választani. Viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.